országos vers, próza és meseíró pályázatot hirdetett a Debreceni Nagyerdőért Egyesület Karjában ringat az erdő címmel. A pályázatra általános és középiskolás diákok jelentkezhettek olyan szép irodalmi alkotásokkal, amelyek kapcsolatban állnak az erdővel. Az erdő hatalmas érték, sokkal nagyobb érték, mint a benne található kis részeknek a összessége, hanem maga a működés, az ökoszisztéma. Ez a lelke az erdőnek, azt gondolom, hogy ez az, amit a művészetek jól be tudnak mutatni. Ma egy nagyon színvonalas diátadónak lehetünk a részesei. Ezek a gyerekek három kategóriában összesen 49-en lesznek díjazva. Mindig jó ilyen rendezvény, ahol a művészeteket egy kicsit összevetjük az erdővel, közel hozzuk, vagy az erdőt bemutatjuk a művészetek által. Eljönni ilyen rendezvényen, főleg aztán a fiatalok, a gyerekek, láttam, hogy mennyire odaadóan tudnak viselkedni. Nekik ilyen gondolataik vannak, és ezt így papírra tudják venni, ez minden elismerést meg. A témaválasztás szabad volt, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen össze kellett függnie a természetes környezettel. A beérkezett műveket 6 kategóriában ismert íróból, költőkből álló zsűri bírálta el. Az indulás az 2016-ra tehető, mert pontosan akkor döntöttük el, hogy a természetvédelmet olyan formába kapcsoljuk össze az irodalommal, hogy megkérjük a gyerekeket, a 6-18 éves korosztályt, hogy írja le versben, prózában, mesében a természetben tapasztalt élményeiket, ezt ők beküldik, díjazzuk, és most a harmadik díjátadón vagyunk itt ebbe a szép környezetben. Ez egy nagyon meghatározó pont az egyesületi életünkben, ami a harmadik évet kezdte meg. Mindenképpen számunkra is egy megtiszteltetés, hogy ilyen szép rendezvényt idehoztak, és nagyon örülünk, hogy partnerek lehetünk abban a szervezőknek, hogy itt Budapesten a Darányi Ignác teremben, az Agrárminisztériumban a díját adónak helyet adhattunk.